reggelt! Megint túl vagyunk egy éjszakai etapon, a második napon a Shanghai úszóvilágbajnokságról. Nem volt annyira izgalmas a mai éjszakai program, mert csak két magyar induló volt, Bernek Péter és Risto Vévi, de voltak azért izgalmas számok, kronológiai sorrendben megyek, az a biztos. 100 női háttal kezdődött a program, Natalie Coughlin úszta a legjobb időt, de ami meglepett és kiesett a címvédő, Gemma Spofforth csak a 23. helyen végzett. Férfi 200 gyorsan nem volt igazán meglepetés, megmutatta magát Lochte, megmutatta magát Phelps, de azért óvatosan. Lochte úszta a legjobb időeredményt, Phelps az ötödik, természetesen ott lesz az elődöntőben Biedermann, ott lesz az elődöntőben Park is, úgyhogy jó kis futam lesz az a 200 gyors majd délután. 100 női mellett Rebecca Szőni délelőtti úszása már annyira meggyőző volt, hogy szerintem az ő győzelmihez nem nagyon férhet kétség, már most majdnem 2 másodperces előnye van, 1:05.54-jel jutott az elődöntőben, a második helyezett Yi Lippingnek 1:07.10 kellett, ekkora különbség van kettejük között. Jefimova csak a 9. helyen az elődöntőben, és Amanda Beard a 14., de még ő is ott lesz majd délután. 100 férfi háton indult Bernek Péter, ő megdöntötte az egyéni csúcsát, úgyhogy szerintem maximálisan teljesítette a tőle elvárhatott 55-32-vel a 34. helyen végzett. Camilla Kur várja a legjobb időeredménye az elődöntőt, 53-30 kellett az Európa csúcstartónak a délutáni úszáshoz. 1500 gyors van a nap végén, illetve a délelőtti program, itt hajnali program végén úszott Risto Vévi. 800-ig úgy tűnt, hogy akár még a májusban úszott országos csúcsa is meg lehet, aztán a táv második fele nem sikerült annyira jól, úgyhogy így végül 16-22-60-nal zárt, ugye az országos csúcsa az 16-13, 16-12-45 kellett volna a döntőhöz, tehát fél másodpercet kellett volna javítani az országos rekordon ahhoz, hogy láthassuk a holnap délutáni döntőben. Ez nem sikerült, de azt gondolom, hogy annak nagyon-nagyon örülhetünk, hogy újra látjuk őt medencében úszni. Lotte Friis került egyébként a legjobb idővel a döntőbe, 16-47-tel. Úgyhogy Évi a 11. helyen zárt, Bernek Péter a 34. helyen, de ne felejtsétek el, hogy ma déltől jön Gyurta Dani és Hosszú Katinka a 100 férfi mellúszás, illetve a 200 női vegyes döntőivel, úgyhogy találkozunk akkor.